A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Magyar lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Magyar Lelátó Sportmagazin, a mikrofon mögött Vető Dánielt hallják. A mai műsorunk vendége az a volt magyar válogatott szövetségi kapitány, aki az elmúlt negyed században a számos kapitány közül a statisztikák alapján a legjobb teljesítmény nyújtotta a nemzeti válogatott élén, de sajnos ez sem volt elég ahhoz, hogy a magyar csapat kijusson egy nemzetközi tornára. Viszont ő irányította azt az U20-as sikercsapatot, ami a 2009-es egyiptomi világbajnokságon bronzérmes lett. A vendégünk pedig nem más, mint Egervári Sándor. Ezúton is nagyon sok szeretettel köszöntöm a Magyar Lelátóban. Jó napot kívánok! Én is köszöntök minden kedves hallgatót. Miután 2013 őszén lemondott a szövetségi kapitány posztjáról, meglehetősen visszavonultan él, nemigen nyilatkozott meg a médiában. Hogy van mostanában, mivel foglalatoskodik az elmúlt időszakban? Hát az életemet két nagy dolog töltötte be, két nagy szerelem, a családom és a futball. Most a családomra jut sokkal több idő, és mivel azért elkezdtem a 60-as éveket, nyilvánvalóan ez azért a családom előnyére válik a futballból, meg inkább csak szemezgetek, minőségre koncentrálok, vagy éppen a helyi futball életben, ahol én születtem és élek Pomázon, van egy focisulink a Halmai Gabival működtetve. Most az energiám egy jelentős részét természetesen ott próbálom kamatoztatni. Ha jól tudom, 2014 ősz folyamán megkereste önt a Szombathelyi Haladás, amik ugye azokban az időkben, meg hát még most is azért a tabella vége fele szerepel, és Artner Tamás pótlására, vagy illetve az ő utódjaként keresték fel önt, hogy esetleg mint vezetőedző üljön le a kispadra, viszont ezt ön ugye visszautasította. Ennek mi volt az oka? Több megkeresés volt ez időtájban. Én egy nagy kihívásra még várnék, egész biztos vagyok benne, hogy tudnék még segíteni. Vannak bizonyos szempontok, amiket viszont nem szeretnék figyelmen kívül hagyni. Én bajnokság közben már nem nagyon mernék átvenni csapatot. Igazából egy folyóba lépnék, és nagyon sok lehetőségem nincs. Nyilván egy felkészülési időszak kezdetén, átigazolási időszakban változtatásokra, begyakorlásokra több idő lenne bajnokság közben. Én azt mondom, hogy egy komoly szakember kevésbé vállal munkát. Tehát akkor most jelenleg inkább akkor a pomázi futball élet az, ami, hogyha most a futballt nézzük, akkor inkább ott szeretne most minél többet segíteni. Hát ezt mondhatnánk kényszerpályának is, persze ez nem igaz, mert egy igazi lokál patrióta vagyok, és azért az elmúlt évtizedekben én elég sok segítséget adtam a helyi pomázi futball számára. Közel 300 gyerekünk van most. Esténként egy héten legalább három alkalommal 300-300 gyerek, amire igazán büszkék vagyunk. Az ő is tápolásukra feltétel biztosítása kapcsán elsősorban, de időnként a szakmaiságot is megjelenítve veszek részt ebben az örömteli munkában. Az igazi profi megmérettetés kapcsán pedig várok egy olyan feladatra, ami talán méltó befejezése lehet egy pályafutásnak. Most akkor egy kicsit térjünk vissza az ön múltjára. Próbáljuk meg visszatekerni az időt nagyjából az 1970-es évekig, amikor ön ugye profi futballistaként tevékenykedett, többek között megfordult az MTK-ban, illetve a Honvédban is. Hogyan emlékszik vissza a profi karrierjére? A kettő között volt még egy szegedi, egy úgynevezett szeulos NB1-es kitérő is. Mind a három közösségben rendkívül jól éreztem magam. Sikeresek voltunk, az MTK-val harmadikok voltunk. Meglehetősen a Honvédnál meg hát egy fantasztikus közösség volt, egy nagyszerű játékosok között tudtam megméretni magam. Nagyon gyorsan eltelt, tehát azóta szerencsésebb vagy a gondtalanabb időszak a labdarúgásnak. Nyilván akkor, amikor már nagyobb felelőssége van az embernek, és 10 éven keresztül pályaedző voltam, és csak utána lettem vezetőedző, hogy szép lassan beleszoktattam magam ebbe a felelősségbe. Nyilván az egy nehezebb feladat, ott sok mindenre kell koncentrálni, kompromisszumokat kötni vezetőkkel, elnökökkel, játékosokkal, mindenkihez megtalálni a megfelelő kulcsot, hogy be tudjuk vonzani a közösségbe. Egy integráló személyiség vagyok, ami mentén az a pedagógia, amit meg tudtam jeleníteni, az jó közösségeket hozott létre, és hát szerencsés voltam, hogy olyan játékosok között tudtam edzősködni, akik partnerok voltak a célkitűzéseinkben. És amikor ön még ugye profi futballista volt, már akkor úgymond tudatosan készült egyfajta edzői karrierre? Hát ez így történt, igen, nagyszerű edzőim voltak, mintákat kaptam tőlük, nem csak emberileg, hanem szakmailag is, és én mikor az MTK-ban játékos voltam a pályafutásom vége felé, akkor én már folyamatosan jártam a TF szakedzői, sőt a menedzseri szakát is el
elvégeztem, tehát mire én abba hagytam a játékos pályafutásomat, én már egy képzett szakedző voltam, illetőleg elvégeztem a sportmenedzserit is, mert az időtájt azért hezitáltam, hogy melyik oldalon álljak, egy vezetői oldalon vagy edzői oldalon, de ez nagyon hamar kiderült, hogy nekem az öltöző meg a pálya a fontos, és nem az íróasztal. És mi volt ez a kulcs, amikor eldöntötte, hogy inkább a vezetőedzőséget választja a sportmenedzseri pozíció helyett? Ezt nagyon nehéz lenne megneveznem. Irtoztam mindig az irodától, az asztaltól, sose volt asztalom igazából, az öltözőben éreztem jól magam, tehát voltunk mindig edzői szobánk voltak, és asztal is volt, de hát én azért otthon készültem mindig a napi feladataimra is. Elsősorban otthon dolgoztam ki azokat a heti vagy a napi elvégzendő feladatokat, amit el kellett végeztetnem a játékosokkal. Úgyhogy a pálya és az öltöző Sloan szaga, úgynevezett gyúrószobában meglévő szagok, illatok, ezek sokkal inkább a hozzám közelebb voltak, mintha parfümöt szagoltam volna egy irodában a titkárnő mellett. Kicsit a profi futballkarrierre visszatérünk. Esetleg van olyan emlékezetes momentum, vagy talán a legnagyobb siker, amire úgy igazán büszkén tekint vissza? Hát én a közösségekre, tehát tehát a Honvédban és az MTK-ban is nagyszerű barátok, tehát ha ma találkozunk, mit tudom én, 20-30 év múlva, vagy van olyan, volt játékosom, akivel 40 éve mondjuk a Honvédból találkozom, örülni tudunk egymásnak, nyugodtan az egymás szemébe tudunk nézni, nagyszerű élmények voltak a pályán, és nagyszerű élmények voltak a mérkőzés utáni bulikon is. Olyan kötelék alakult ki, olyan baráti társaságok alakultak ki, amik mai napig élnek, és ez a közösségteremtő futball, ez egy óriási erő, amiből táplálkozhat az ember évtizedek múlva is. És hát ugye a profi futball karrierje vége fele már említette, hogy már folyamatosan azért képezte magát az edzősködésre, több helyen megfordult, elsődlegesen pályaedzőként, másodedzőként dolgozott, aztán utána szépen lassan ugye a magyar NB1-es kluboknak a vezetőedzővé vált, mint például az MTK, a Dunafer, és ezekben a klubokban nagy sikereket is ért el. Hogyan emlékszik vissza, amikor a klubedző volt, tehát a klubedzői pályafutását hogyan tudná visszaidézni? Pályaedzőként bajnoki címet nyertünk a Honvéddal, és úgy kerültem aztán a BVS célére, mint vezetőedző, és az első évben 12-ek voltunk, a második évben 6-ok, a harmadik évben majdnem megnyertük a bajnokságot, aztán végül a Fradi megelőzött, és másodikok lettünk a Magyar Kupában, és a döntő pillanatban a döntőbe elvesztettük is második helyet. Tehát egy igazából nevelő egyesület, mint amilyen a BVSC volt, majdnem bajnokságot nyert egy nagyszerű közösség által, és nyilvánvalóan ez egy nagyon jó antré volt, egy bemutatkozás vezetőedzőként az NB1-be, és hát azt onnantól kezdve jöttek folyamatosan azok a meghívások, mint ahogy az MTK-ba kerültem, és 19 ponttal nyertük meg a bajnokságot, amit azóta sem tudnak ilyen magabiztosan bajnoki címet nyerni, de nagyon érdekes volt, hogy a 19 ponttal nyert bajnokság után nem hosszabbították meg az MTK-nál a szerződésemet, és átmentem a Dunaferhez, és akkor meg a Dunaferrel vertünk 16 pontot arra az MTK-ra, aki korábban bajnok volt. Nagyon látványos, szép eredmények kerekedtek ki, nem elsősorban én miattam, hanem a közösségeim miatt. Nagyon szépen felfelé ívelt az edzői karrierem ilyen szempontból, és megerősítettek engem abban, hogy azt, ahogy csináljuk, ahogy közösséget formálunk, és hogy a szakmai munkát irányítjuk, az gyümölcsöző lehet, és egyre inkább látványosabb játékot, egyre jobb eredményeket tudtunk elérni. Ugye említette, hogy 19 pont előnnyel nyerte meg az MTK-val a bajnokságot. Hogyan létezett az, hogy egy ilyen magabiztos szezon után nem hosszabbították meg az erdőt? Tehát mi volt ennek az oka? Az MTK-nak akkori tulajdonosa Várszegi Gábor egy európai középcsapatot álmodott meg, és azt szerette volna kijuttatni a nemzetközi porondra, és ő úgy gondolta, hogy ha egy holland edzőt hoznak, ez a Henk ten Cate volt a utánam következő vezető edző, akkor még jobb csapatot tudnak összehozni, és még látványosabb futball tudnak elérni. Ez a Dunafernek sikerült, és nem az MTK-nak. Nyilvánvalóan volt egyfajta önvizsgálat is a tulajdonos részéről, mert aztán néhány év múlva visszahívott, és a következő évben, mikor visszahívott 2003-ban, akkor az MTK-val ismét nyertünk egy bajnokságot.
És ugye utána igazából az utolsó klub edzői állomása az a győri csapat volt. Akkor már érezte azt, hogy kicsit közeledhet a magyar válogatott fele? Azt éreztem, hogy néhány külföldi edző, aki megjelent itt az időtájban, azokban az években a magyar labdarúgásban, azok nem feltétlen ismerik jól a mi játékos állományunkat, a magyar legjobb magyar játékosokat. Nem egészen tudták úgy összerakni a válogatottat, ahogy én elképzeltem volna, de soha nem vártam, vagy nem követeltem, és nem is utaltam arra, hogy én szeretnék, csak éreztem magamban az erőt, hogyha nekem lenne most egy felkérésem, én egy picivel jobbat tudnék összeállítani, egy picit eredményesebb működő csapatot tudnék. Ez aztán érdekes módon egy U20-as, U21-es válogatott lehetőség kapcsán kerültem ehhez közelebb, és ez is egy nagyon szép időszaka volt az életemnek, a fiatalokkal való foglalkozás, amit már akkori elnökségi tagok is felhívtam a figyelmét, hogy ezek tehetséges akadémiáról megérett fiatal emberek az NB1-re, de kevés lehetőséget kapnak. Tehát én ott már ütöttem a dobot, hogy rossz felé megy a futballunk, és ezek a másod-harmadrangú idegen légiósok nem igazán fognak tudni a mi futballunkon segíteni. Ez is egy nagyon szép időszak volt, büszke is vagyok, hogy Győrbe éppen az olaszokat az U21-es válogatottal simán 2-0-ra vertünk, Balotellivel fölálló olaszokat. Tehát én láttam a perspektívát és a lehetőséget, hogy hova lehet jutni, sőt, hogy ezek a játékosok közül kik azok, akik már ostromolhatják az A-válogatottnak a kapuját. Hirdessen műsorunkban, vagy legyen a magyar lelátó partnere. 17 rádió, több tízezer hallgató és egy kihagyhatatlan lehetőség. Garantáljuk, hogy az ország egyik legkedvezőbb hirdetési ajánlatát a magyar lelátó nyújtja. Érdeklődni a hirdetés kukac.magyarlelato.hu címen, vagy a 0620 2250-es telefonszámon lehet. Várjuk jelentkezését! 2009-ben pedig az egyiptomi VB-n ugye harmadik helyet értek el ezzel a válogatottal. Mitől volt jó az a csapat? Tehát hogyan értékeli az akkori csapatösszhangot, az akkori U20-as fiatal válogatottat? Nagyon érdekes, mert azt hiszem nekünk a 3x3 napos összetartásunk volt, mielőtt kiutaztunk volna, én utolsó pillanatban kerültem oda egy hónappal a kinevezésem után már Egyiptomba kellett játszani. Megpróbáltam az összes információt begyűjteni, és amire támaszkodhattam, az a Boti Ozsi, aki ezt a generációt, tulajdonképpen ezt a 89-90-es generációt ő választotta ki a Bozsik program kapcsán. Ő az, aki éveken keresztül palírozta ezeket a fiatal embereket, versenyeztette nemzetközi szinten, és én tudom, hogy egy rendkívül ütőképes csapat volt korábban. Volt egy átmeneti egy év, amikor őt onnan leváltották, és megint egy holland vezetés került az utánpótlás élére, az utánpótlás válogatottak élére, és ott megint megrekedt ez a közösség. Viszont a potenciál benne volt. Tehát csak ki kellett egy kicsit nyitnom ezeket a fiúkat, és hát nagy örömömre sikerült megtalálnom néhány játékost, csak nagy nehézségek árán a hozzávaló kulcsot, hogy bevonzam, integráljam a mi közösségünkbe, és hát ahogy haladtunk előre a mérkőzések folyamán, egyre inkább ütőképesebb, eredményesebbek tudtunk lenni, és hát tényleg egy nem várt nagy sikert sikerült elérnünk ezekkel a fiúkkal. Talán ennek a sikernek volt köszönhető az, hogy utána az A-válogatottnak a szövetségi kapitánya lehetett? Nyilván ennek is szerepe volt, bár az elnök úr, Csányi úr mondta, hogy egy jó 10 évvel korábban nekünk volt egy kis pályás meccsünk valamikor Dunaújvárosban, az OTP vezérigazgatójaként akkor lejött egy csapattal, és ott futballoztunk, és a vacsoránál együtt vacsoráztunk, és elég hosszú beszélgetést folytattunk, és akkor ő ezt lenyilatkozta a kinevezésem napján, hogy ő akkor eldöntötte, hogy ha ő neki lesz valahol egy csapata, akár első osztályú csapat, akár más, ő engem mindenféleképpen szeretne megnyerni, mert a látásmódom, a szakmaiságom, az emberi oldalaim mind olyanok, amit ő el tudna képzelni maga mellett. Hát ebből a szempontból szerencsés voltam, mert az elnök választás után a Csányi úr felkért erre a nagyon szép feladatra, amit úgy éreztem, hogy már a koromnál, a tapasztalatomnál és az eredményeimnél fogva is képes lehetek ezt eredményesen megoldani, és éreztem azt az erőt, amit a korábbi évek folyamán már úgy megéreztem, hogy én azért valamivel tudnék jobbat is, mint ahogy a külföldről érkező edzők
hozzányúlnak időnként a magyar csapathoz. Mikor átvette az A-válogatottat, gondolom volt egy olyan koncepció, hogy a sikeres U20-as, U21-es korosztályból beintegrálni a legtehetségesebb játékosokat, akik már készen álltak ezekre a megmérettetésekre. Több játékos ezáltal ugye fel is került, mint például Komán Vladimir vagy Németh Krisztián többek között. Mi lehetett annak az oka, hogy valahogy mégsem sikerült úgymond ezt a teljes csapatszellemet, amit említett, hogy az a sikeres korosztály, hogy a harmadik helyig vitte azon az egyiptomi VB-n, de valahogy nem sikerült összhangba helyezni a kicsit idősebb tapasztalt játékosokat ezekkel a fiatalokkal. Igen, tehát a korábbi eredmények nem feltétlen csak a volt szövetségi kapitányoknak a hibájából történt, hanem egy bizonyos korosztálynak a versenyeztetése kapcsán kiderült, hogy ők azért ezt a európai középszintet nem tudják megütni. Ezért aztán elég bátran belenyúltunk a keret kialakításba az első évben, hát most már nem tudom pontosan, de 8-9 játékost áthoztunk a nem csak az U20-as, hanem az U21-es csapatból is, mert ebbe a Elekákosék is beletartoznak, sőt a fiatalabbak, a Bogdán Ádámék is, akik a 90-es korosztályt képviselik, Gulácsi Peti 90-es, tehát volt ez a 88-89-90-es korosztályból, nekünk ott megjelent 8-9 játékos az A-válogatottba, és egyre inkább helyet is követeltek maguknak. Tehát nem volt ez rossz, ehhez idő kellett volna egyrészt, másrészt sajnos azt a nagy hibát elkövette a magyar labdarúgás, hogy a legjobbnak ítélt magyar játékosok egyéni menedzselését nem tudta megoldani. Tehát az, hogy fél évről fél évre új klubba megy a Kóman Vladimir, a Németh Krisztián, vagy az Elek Ákos, vagy bárki más, ettől nem lettek jobb játékosok, inkább megrekedtek, leginkább 20-25 perceket játszottak a kinti külföldi klubjaikba, és ha visszajött a Kádár Tamás, vagy visszajött az Elek Ákos, vagy visszajött a Németh Krisztián, vagy akár uram bocsán most a Juhász Roland, a folyamatosan játszik a magyar NB1-be, akkor sokkal inkább le tudja a képességének megfelelő teljesítményt tenni, mint hogyha a külföldön 5-10 perceket játszik, úgyhogy nekünk ezt meg kellett volna oldani, én erre kapacitáltam, és annak idején az elnökséget úgynevezett csellengőknek a hazahozatalát meghirdetve, és úgy látom, hogy rövid távon még mindig ez lenne az igazából megoldás a Dárdai Pali számára is, és én nagyon bizakodva látom, hogy egyre több játékos jött haza Gera Zoliktól, vagy a Hajnal Tomékon keresztül, és ha meg tudjuk oldani, és az magyar NB1 képes lesz ezeket a játékosokat hazahozni, mint hogy a kézilabda haza tudta hozni a Nagy Lacit, akkor én hiszem, hogy egy ennél is ütőképesebb, eredményesebb válogatott tud kialakulni, mert a zöme ezeknek a játékosoknak még mindig nagyon jó korban van. Ugyan 3 évet töltött el, mint ugye a magyar válogatott kapitánya. Ugye a statisztikák azt mondják, hogy az elmúlt 25 évben gyakorlatilag önrendelkezik a legjobb statisztikai mutatókkal, nagyjából 62%, hogyha jól emlékszem. Hogyan emlékszik vissza erre az elmúlt 3 évre? 3,5 év, és az elmúlt 3 év az a sikerről szólt, hiszen azért azt hiszem a legjobb helyezésünk az a 27. volt, a 27 és van 37 között pendlisztünk ez időtájban, amire tulajdonképpen büszkének kéne lenni. De igazából nem ezek a mutatók a fontosak, hanem az, hogy harmadikok lettünk mind a két Európa-bajnok, illetőleg világbajnok is elejtező megmérettetésben is, és az utolsó pillanatig sanszunk volt arra, hogy a második helyen ki tudjunk kötni. Voltak itt zárt kapus román meccsek itthon, meg tehát sok mindennel lehetne még ezt színesíteni, ezt a palettát, de az, hogy a negyedik kalapból a harmadik kalapba kerültünk, és a harmadik kalapból még a holland 8-as ellenére is a második kalapba verekedtük föl magunkat, és most a második kalapból versenyzünk tulajdonképpen az európai porondra való kijutásra. Én azt mondom, ez a legfontosabb értékmérője az, hogy tétmérkőzések megítélése kapcsán a magyar válogatott nem a negyedik kalapból húzták, nem a harmadikból, hanem a másodikból. Én azt mondom, hogy ez egy olyan objektív megmérettetés, hogy ez időtájban ebben a 3,5 évben ez a csapat szépen lépegetett előre. Voltak látványos meccseink, meg volt ez a szörnyű két mérkőzés az ősszel. Még egyszer mondom, sajnos kevésbé jól felkészült 10-20 perces mérkőzések való játszással lévő játékosokkal,
De hát ez is beletartozott ebben a 3,5 évben. Igen, említette ezt a két őszi mérkőzést, ugye a románok elleni 3-0, illetve a hollandok elleni 8-1, és azt mondhatjuk azt, hogy igazából ez véget vetett a szövetségi kapitány karrierjének, megtámadta a média, szakemberek. Mennyi idő kellett, mire ezt feldolgozta? Hát nekem azért kellett néhány hónap, tehát elemeztem én azok a megérzéseink, amik egyébként az utolsó őszi előtt, őszi két mérkőzés előtt volt, illetőleg hát az 4 mérkőzés volt, mert a kettő között még volt egy 5-1-es győzelmünk is az észtek ellen, amire még mindig nagyon büszkéknek kellene lennünk. Én magammal el tudtam számolni, tehát azt, amit ha visszanézünk, és ezeket az eredményeket, és statisztikákat is, meg a törökök ellen, vagy a svédek ellen, vagy a csehek elleni eredményekre tekintünk vissza, én azt mondom, hogy az európai középmezőnyhöz kezdett fölzárkozni a magyar válogatott, és ez mindenféleképpen egy előre mutató játékot hozott, még akkor is, ha ebben vannak megroppanások, megtorpanások, de hát ezen keresztül ment a spanyol válogatott legutóbbi megmérettetésem, vagy éppen a brazilok a hazai pályán, tehát ez a futball sajátossága, én nem hiszem, hogy van olyan edző, aki nem szaladt volna be 6-osba, vagy 5-ösbe, vagy akár 8 gólba, ez időnként benne van. A fontos az, hogy a perspektívát látjuk-e esetleg ezekben a fiatalokban. Én még most is azt mondom, hogy van egy nagyon jó középerős, középkorú magunk, amivel a Dárdai Pali egyre inkább jobban kufárkodik, és én úgy látom, hogy ő is azt a fajta integráló tevékenységet folytatja, egyre jobban a közösségi szellem, egyre inkább képesek a pályán belül kisegíteni egymást, ami eredményes lehet, és én nagyon bizakodó vagyok, hogy végre ki fogunk tudni jutni az európai porondra. Ez lett volna egy a következő kérdésem, hogy ön hogy látja a magyar válogatottat. Ez a Dárdai Pál által vezetett válogatott képes lehet kijutni a következő EB-re? Én mindig féltem, tehát, hogy túl nagy elvárásokat fogalmazunk meg a magyar labdarúgóval, vagy a magyar válogatottal szemben. Tudnunk kell, hogy mit adtunk nekik az elmúlt 20-30 évben, milyen testnevelés órákat, milyen családi környezetből jöttek ki. Tehát mindent az edző nem tud megoldani, és hogy ha tudtunk nekik adni, akkor elvárhatunk tőlük. Én mivel itt élek most már több mint 60 éve, én azért látom, hogy mi ahhoz képest kevesebbet adtunk, mint a holland, a francia, a német, vagy a spanyol, és éppen ezért azt a fajta csúcs teljesítményt, amit érthető okoknál fogva a közvélemény elvár, azt nem várhatjuk el tőlük, tehát realitás talán kell maradni, de én hiszem, hogy ha ezek a játékosok folyamatosan hétről hétre 90 perceket játszanak, akkor jó állapotban képesek kiharcolni a második helyet is. De szerintem nagyon kevés pont fog dönteni, hogy a második, harmadik vagy éppen negyedik lesz a magyar válogatott. Én hiszem, hogy a jobbik a második helyet tudjuk, tehát a második alapból a második helyre fogjuk tudni magunkat. Ezért aztán nagyon szurkolok a Palinak, aki egyébként a BVSC-be játékosom is volt. És ugye a végén akkor egy utolsó kérdés, mert lassan most már lejár a műsoridőnk. Tudja már, hogy pontosan mit fog hozni a jövője? Tehát gondolkozott azon, hogy ő visszatér, mint vezető edző? Persze, voltak kihívások. Jelen pillanatban is éppen van egy éppen szövetségkapitányi lehetőség, és volt ilyen már az elmúlt évben 2 is, meg voltak szombathelyi meghívások is. Szeretnék egy olyannal befejezni, amit úgy érzem, hogy méltóképpen lehet befejezni. Nyilván nagy kihívás, hogyha egy bármelyik ország szövetségkapitánya tud lenni, és hát ilyet természetesen elvállalnék, akár Európán kívül is. De nem vagyok kétségbe esve, mert amire vissza tudok tekinteni erre a 40 évre a pályafutásomra, játékos és edzői. Én nagyon büszke vagyok, olyan szép közösségeket ismertem, nagyszerű emberekkel volt dolgom, eredményeket tudtunk elérni. Tehát én nekem nincs rossz érzésem, ha reggelente bemegyek fürdőszobába és a tükörbe nézek. Meg hát ott van a családom, a 3 csodálatos unokám, a gyerekeim, tehát én nekem teljes boldog életem van, úgyhogy nem leszek elkeseredve, hogyha ez a megmérettetés a válogatottnál volt az utolsó. Egervári Sándor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és a vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hallgatóink, ez volt már a Magyar Lelátó Sportmagazin. Egervári Sándor volt a mai adásunk vendége. Én valamennyi munkatársam, Marosvári Dániel, Havasi Zsolt, Csányi Árpád, Varga Dávid, valamint a főszerkesztő Marti Zoltán nevében köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Vető Dánielt hallották. A következő műsorunkig pedig kísérjék figyelemmel a Facebook és Twitter oldalunkat, a viszont hallásra, a viszontlátásra. Nope. Magyar Lelátó. A magyar sportélet más lelátószögből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.